Köszöntöm a kedves nézőket! Mai műsorunknak három fő témaköre lesz. A szegénység felszámolása, a környezetvédelem felfuttatása és az egészségügy modernizációja. Netkamerás rendelést érdemes bevezetni az egészségügyön belül. A kényelmesebb gyógyításért és gyógyulásért. Ez úgy fog kinézni, hogy a különböző netkamerák előtt különböző végzettségű orvosok ülnek majd. Ezen lehetőséghez való hozzájutás feltétele, hogy a betegnél is lennie kell netkamerának és mikrofonnak. Az orvos netkamerájának a képét mindenki láthatja, a betegét csak az orvos. Az orvos a látottak és a betegtől hallottak alapján dönt a gyógyszer felírásáról, vagy további, már valós kezelésről, vizsgálatról. Ha az orvos úgy dönt, hogy gyógyszert ír fel, akkor a beteg a személyigazolványát, TB kártyáját a netkamera elé tartva igazolja magát. Arra a névre az orvos kiállítja a vényt. A beteg a lakhelyéhez legközelebb eső patikába, vagy ahova a beteg kéri, elküldi az orvos a vényt, amit a személyigazolvány felmutatása után lehet majd kiváltani. Természetesen bizonyos típusú gyógyszereket nem lehet majd így felíratni, főleg olyanokat, amiknél akár egyszem is maradandó egészségkárosodást okozhat, például szívgyógyszerek, vagy például ópiumtartalmú gyógyszerek. Ez főleg olyan betegségeknél jó, amik tömegesen fordulnak elő, és nem kell különösebb vizsgálat a diagnosztizálásukhoz, de a netkamerás rendelés használható tanácsadásra is. Gyakran fordul elő, hogy az orvosok oda-vissza küldözgetik egymáshoz a betegeket. De így ez csak annyit jelent majd, hogy egy másik netkamerára kell átkapcsolni. A betegnek nem kell bemennie betegen a rendelőbe, egy halom beteg ember közé, nem kell ott órákat várnia, nem kell úti költséget se fizetnie. Azoknak is jó, akik nehezen vagy egyáltalán nem tudnak mozogni, vagy túl messze laknak a rendelőtől, kórháztól. A netkamerás rendeléssel az egészségügy is sokat spórol. Bár a neten keresztül is egyszerre csak egy ember tud az orvostól tanácsot kérni, de a kérdéseket és a tanácsokat mindenki megnézheti a neten keresztül. Ha sokan már így megkapják a szükséges információkat, akkor a betegek pontosabban tudják majd, hogy melyik orvosra, melyik gyógyszerre, melyik kezelésre lesz szükségük. Ez az egészségügy számára is nagy megkönnyebbülés, hogy a fölösleges vizsgálatokat nem kell elvégezni, értelmetlen kezeléseket nem kell kifizetni az egészségügyi pénztáraknak. Sokan már a neten keresztül megkapják a szokott vényeiket, ezzel a rendelőkben és a kórházakban jóval kevesebb beteg jut majd egy orvosra, aminek következtében tudunk javítani az egészségügyi ellátás színvonalán úgy, hogy az állam nem költ többet, és a betegek is spórolnak vele. De ehhez mindenképpen hozzá kell jönni a társadalom öntudatra ébredésének, azonnali egészséges életmódra váltásának. Különben ezzel a fejlesztéssel is csak a problémák tengerének a felszínét simítottuk meg. Mindezen felül. A netkamerás rendelés csökkenti a korrupciót is, mert így már a hálapénz átadásával is sok probléma lesz. Az egészségügyben a túl sok beteg mellett a másik nagy probléma az egészségügyi személyzet létszám hiánya. A hosszú távú fenntarthatóság és a létszámhiány problémáját egyszerre meg lehet oldani robotok telepítésével. A robotok ki tudják váltani az ápolói személyzet jelentős részét. Az így felszabaduló munkaerőt átképezzük szakorvossá 1-2 év alatt. Azért elég 1-2 év, mert nem kell mindenkit általános orvossá képezni és utána szakorvossá, mert az 7,5 év és fejenként legalább 10 millió forint, hanem elég az adott szakterülethez érteniük. Így könnyen tudjuk a robotok miatt felszabadult munkaerőt más állásokba helyezni. Emiatt a fizetésük is nőni fog. Az egészségügyben hosszú távú befektetés a robotok alkalmazása, de ez nem igényel további befektetést. A robotok nem tüntetnek, nem sztrájkolnak, nem panaszkodnak, nem mennek külföldre. Ami azért is fontos, mert a magyarországi egészségügy
még sokáig nem tudja felvenni a versenyt az angliai éves 1 millió dollár körüli fizetésekkel. Tehát elhúzódó és jelentős szakember hiányra számíthatunk. De ha az ápolókat átképezzük orvossá, és robotokat szerzünk be, javul a helyzet. Portugáliában a rászorulók gyógyszerellátását úgy oldják meg, hogy a 6 hónapon belül lejáró gyógyszereket ingyen adják oda a rászorulóknak. Az USA-ban több helyen a szegények élelmiszerellátását hasonlóan biztosítják. Az élelmiszert szavatosságának lejárta előtt egy nappal vagy a lejárat napján még jó minőségű élelmiszereket szétosztják a szegények között. A portugál gyógyszeres és az amerikai élelmiszeres módszert is alkalmazni fogjuk egész Magyarországon. Ezzel elérkeztünk mai második nagy témánkhoz, a környezetvédelemhez. Magyarországon tilos lesz esőerdő kivágott fáit vagy azokból készült termékeket forgalmazni, hasznosítani. Sőt, csak azon országokból lehet majd fát behozni, mely országokat a Magyar Erdőgazdálkodási Hatóság megfelelő erdőgazdálkodásúnak ítéli meg. Az erdőgazdálkodás lényege, hogy nem csak vágnak, hanem ugyanolyan arányban ültetnek is fákat. Továbbá. A bambusz nevű növényt gyakran használják fa helyett, mert a bambusz sokkal gyorsabban nő, és így fenntartható módon tud megfelelni a világ fa igényének. Kötelező lesz fát ültetni. Mindenkinek minden évben 3 darabot. Aki nem tud, mert gyerek, nagyon idős vagy erős fogyatékkal él, helyettük az állam ültet. A hatóság határozza meg, hogy milyen típusú fákat kell beszerezni a lakosságnak, és hogy mikor és hova lehet azokat elültetni. A beültetett területeket az állam erdészeti hatósága hőkamerákkal figyeli majd. Azért kell 3 fát ültetni, mert abból átlag 1 marad meg. Ez évente 10 millió megmaradó fát jelent. Ezt addig csináljuk, amíg elég nem lesz. A faültetéssel több dolgot is elérünk. Egyrészt hazánkban csökken a hőmérsékleti ingadozás, tehát nyáron nem lesz 40 fok, télen nem lesz mínusz 20 fok. Csökkenti a természeti katasztrófák számát és erősségét, mert kiegyensúlyozottabbá teszi az időjárást. Az árterületeken és környékükön ültetett fák felszívják az évente 2-szer szokásos árvíz egy részét, és ezzel is mérsékeljük a rendszeres árvízkárokat. Kisebb lesz a környezet szennyezettsége, amivel csökkennek az emiatt kialakuló betegségek, ez pedig sok pénz spórol a lakosságnak és az államnak is. Egy zöld területekkel teli ország vonzó a turizmus számára. Növeli a természet sokszínűségét, és mérsékli a klímaváltozás ütemét. Magyarország egyes területei enyhe elsivatagosodást mutatnak, ezt is meg tudjuk szüntetni szárazságtűrő fák ültetésével. A szegényeknek kötelező lesz gyümölcsfákat ültetniük, mert egy gyümölcsfa évente több 10 vagy akár több 100 kg élelmiszert is megtermelhet a szegények számára. Tilos lesz olyan anyagot gyártani és forgalmazni, amiket nem tudunk megfelelően újrahasznosítani. Tilos lesz olyan termékeket gyártani vagy forgalmazni, melyek előállítása túl nagy környezeti károkkal jár. A lehető legrövidebb időn belül átállunk teljes körű szelektív hulladékgyűjtésre. A szelektíven gyűjtött hulladékot el tudjuk adni Nyugat-Európában. Fontos tudni, hogy a szemétnek is van értéke, ha szelektíven gyűjtik. Jelenleg minden évben 300 milliárd forinttól esik el a társadalom. Ennyi az értéke a szelektíven gyűjtött szemétnek, amit nem gyűjtünk szelektíven. Amivel ráadásul a hazánkat szennyezzük. Ebből a pénzből tudjuk fedezni a környezetvédelmi beruházásainkat. 2011-ben 3,2 millió tonna települési szilárd hulladékot gyűjtöttünk hagyományosan, és csak 850 ezer tonnát szelektíven.
tehát annak körülbelül négyszeresét nem szelektíven. A hagyományosan gyűjtött hulladéknak kell nullára csökkennie. Ez minél hamarabb megtörténik, annál több pénzünk lesz, mert ezt el tudjuk adni. A közszférában és a magánszféra cégeiben is kizárólag szelektív hulladékgyűjtés lesz. Peruban a kormányzat elindította a házi napelemes villamosítási programot, aminek a keretében napelemes modulokat szerelnek fel, ami összesen 500 ezer szegény sorsú családnak biztosítja az elektromos áramot a napenergia segítségével. Összesen legalább 12 ezer panelt szerelnek fel, 200 millió dolláros beruházással. 220 forint per dolláros árfolyamon 44 milliárd forintért. A teljes körű hulladékgyűjtéssel itthon 300 milliárd forintot spórolunk meg. Ezt a 300 milliárdot minden évben megújuló energiaforrásokra költjük majd. Ez a 4 éves politikai ciklus alatt 1200 milliárd forintot jelent, melyet ebből a forrásból napelemekre költünk. A legjobban élő 1 milliónak kötelezővé teszem, hogy az áramfogyasztásukat megújuló energiaforrásból biztosítsák. Ehhez az állam az elitnek nem ad pénzt. Így marad 9 millió fő. Ennek a 9 milliónak igyekszünk majd a fent említett 1200 milliárdból, és majd a következő műsorban említett éves 400 milliárdos összegből nullázni a villanyszámláját. A Tiszta Jövő nevű szervezet beszámolója szerint Ausztráliában eddig több mint 1,6 millió tetőtéri napelemes rendszert építettek ki. És ez a szám a jövőben tovább fog nőni. Ennek a mennyiségnek a kapacitása becslések szerint 3,1 gigawatt. Ezt a mennyiséget igyekszünk majd mi is elérni. Magyarországon az áram egy részét földgáz elégetésével hőerőművekben állítják elő. A földgázt felhasználó hőerőművek teljesítményével megegyezik a lakossági áramfogyasztás. Így, tehát nem csak nullázzuk az áramszámlát, hanem kiváltjuk a napelemekkel a környezet szennyező hőerőműveket is. A magyarországi hőerőművek kiváltására 3 fő indok van. Egyrészt a napenergia segítségével ingyen tudunk áramot termelni, ezzel a lakosság rosszabbul élő 90%-ának nullázzuk a villanyszámláját. A hőerőművek földgáz elégetésével termelik az áramot. A folyamat végén az elégetett földgáz a levegőben landol, és elképesztő módon szennyezi azt. Továbbá súlyos légzőszervi megbetegedéseket okoz országszerte. A 3. indok. Ha kiváltjuk ezeket a földgáz működtette erőműveket, akkor a hazánknak 1/3-ával kevesebb Oroszországból érkező földgázra lesz szüksége. Hogy a napelemek beszerzése 5 év alatt megtérül, és utána már csak a hasznot hozza. Következő intézkedés, hogy a cégekkel szándéknyilatkozatot íratunk alá, hogy amennyiben lehetőségük van rá, és 6 évnél többet kívánnak Magyarországon tölteni, áramellátásuk egyre nagyobb részét megújuló energiaforrásból kell megoldják. Ez nekik egy sokszorosan megtérülő befektetés, a céges villanyszámla csökkenése miatt. Mivel a minél erősebb környezetvédelem szüksége szorít, ezért még egy dologgal bővül a szándéknyilatkozat. A cégek a 4. éve végére az áramellátásuk 10%-át megújuló energiaforrásból kell, hogy fedezzék. Bár ez a kötelezettség lehetne ijesztő a cégek számára, de összességében elmondható, hogy azzal, hogy gyors ütemben térünk át a megújuló energiaforrások használatára, garantáljuk a stabil energiaellátást. A nem megújuló energiaforrásokat, mint a kőolaj, a földgáz és az urán a világ legbalhésabb térségeiben termelik ki. Ezért ez mind bizonytalan ellátási forma, amíg a megújuló energiaforrások, mint a napenergia felhasználása biztos forrás. A nap a következő 6 milliárd évben létezni fog. Egy napelem pedig kb. 5 év alatt térül meg.
Az előző műsorban említett lakásfelújításokkal a társasházakban 10-40%-kal csökken a gázszámla. A napkollektorokkal az áramszámla mindenhol 100%-ig kiesik. Autóvásárlásra a jövőben a bankok csak akkor adhatnak az autó összértékének 25%-ánál nagyobb kölcsönt, ha az illető 100%-ig elektromos autót vásárol. Továbbá, kötelezni fogom a benzinkutakat, hogy szereljenek fel napelemeket, ebből biztosítsák az áramot a tankolásra szoruló elektromos autók számára. Az elektromos autó azért jó, mert 0 forint az üzemanyag. A benzinkutaknál pedig ingyen feltölthetik az autójukat majd. Hogy még tovább nőjön az elektromos autók száma, a 100%-ig elektromos autókra nem vetünk ki áfát. Az áfa körülbelül 2 millió forinttal drágítja az elektromos autókat. Hasznos kertek, külső terek, kertépítési program. Elindítunk majd egy kertépítési programot a lakosság számára. Ennek a lényege, hogy a profi otthoni élelmiszer termelésre tanítjuk a lakosságot, és a kertesházak esetében kibővítjük a lakás adta teret a kert irányába. Beteg gyerekek családjainál kezdenek a szakemberek. Ezeknek a családoknak nem kell pénzt biztosítaniuk, mert azt biztosítja az állam, és segítőket is küldünk. Ez lesz az első évben. Mindenki másnak ez egy olyan program lesz, melybe belead 200 ezer forintot, az állam ad hozzá 300 ezeret. Ennek keretében a magyar állam 50-50 ezer kertet tud felújítani. A kertépítés keretében szabadtéri, nyitott helységek építését is kérhetik, például bár, tűzrakó, terasz. Arról, hogy ki vehet részt a programban jelentkezők közül, szociális igazgatás fog rendelkezni. Továbbá, egy ilyen kertfelújítás körülbelül 1 millió forinttal növeli majd a kertesházak értékét. De itt is elmondható, hogy ha az egész környék rendezett, akkor 2 millió forinttal is nőhet a házuk értéke. Hogy ne csak a kertesházban élők élvezhessék ennek a programnak az előnyét, ezért az emeletes házak mellé is létrehozunk hasznos kerteket és díszkerteket. Ezen az úton nő a zöld területek nagysága, főleg a településeken belül, ami miatt mérséklődik a környezet szennyezettsége és a turizmus számára is vonzóbbak lesznek a települések. A kertkultúra mellett a legsúlyosabb érv, amit Erik Fromm mondott, a Rombolás anatómiája című könyvében. Az ember és a természet összhangja alacsony fokú agresszióhoz vezet. Amíg az ember és a természet között felbomlott egyensúly, az emberi erőszak növekedését eredményezi. Tehát azt mondhatjuk, hogy a települések zöldítése megnyugtatja a lelket. És ez sokszor minden másnál nagyobb nyereség. Szegények témakör, mai utolsó témakörünk. A rendszerváltáskor még bőkezű volt a szegények állami segélyezése, de ez nem oldotta meg a problémákat. Mára a szegények segélyezése szűkmarkú, de ez sem oldotta meg a problémákat. Nézzük más szempontból. A tehetősekből álló állami vezetőréteg találta ki, hogy ha a szegényeknek sok pénzt adunk, akkor eltűnik a szegénység, de nem tűnt el. Jó példa erre a lottónyertesek helyzete, akik többségében hamar visszasüllyedtek arra az anyagi szintre, ahol a nagy összegű nyeremény előtt voltak. Ha azt várjuk, hogy olyan országokban, ahol sok a szegény, csak pénzért legyenek hajlandók dolgozni, akkor ezen országok társadalmai tartósan nyomorban fognak élni. Ahogy Magyarország esetében is, azok a térségek, ahol tartósan nincsenek munkahelyek, ott nem játszhatják el, hogy csak akkor dolgoznak, ha valaki pénzt ad nekik. Az ilyen rossz helyzetű térségekben élők valódi fizetsége egy jól működő térség.
Ezért nem a segélyek emelésével igyekszek problémákat megoldani, sem pedig a csökkentésével, hanem nyilvános és emiatt ingyenes felsőoktatással. Sőt, az önkormányzatok kötelezővé tehetik majd a termőkertek kialakítását is. Így a saját erejükből, a saját munkájukkal teremtenek maguknak egyre jobb és jobb életet. Egy csoport van, ami kirángathatja őket a szegénységből. Önmaguk. Köszönöm, hogy megnézték mai műsorunkat, mely az egészségügyről, a környezetvédelemről és a szegénység felszámolásának a lényegéről szólt. Következő műsorunkban az adócsökkentésről lesz szó. Viszontlátásra!